Fagykár, jégeső, viharkár 2016 nem volt a gazdák éve. Ezek a képek nyáron készültek, amikor a szatmári térségben lakóházakat és mezőgazdasági területeket sem kímélt a vihar. Az almás gazdák pedig már a nyár elején látták, hogy nem szüretelnek annyi étkezési almát, sőt, léalmát sem, mint amennyire számítottak. Azon kívül, hogy egyes területeken szinte teljesen tönkrementek a kertek a szüretre, a megmaradt gyümölcs is a vártnál rosszabb minőségű lett. A jégkár esetében 170, majd később 400 településre terjedt ki a lista, amely alapján kedvezményes hitelt igényelhetnek a gazdák a kavosztól, mondta el 35 perc című műsorunkban az ZRT vezérigazgatója Krisán László. Hozzátette, hogy a fagykárt szenvedett gazdálkodók is kérhetik majd a kedvezményes hitelt. Hogy a karöltve, az ő segítségükkel azokat a gazdákat, akiket valamilyen komoly természeti kár ért, itt először a jégkárral kezdtük, aztán most a fagykára is kiterjesztettük ezt az egészet, ott egy teljesen nulla százalékos kamatú és nulla, nulla költségű hitelt csináltunk. Tehát gyakorlatilag az Agrár a jégkár és a fagykár verziójában ha a gazda bemegy és teljesen, ha egy igazoláshoz meg hogy el, valóban elverte ki a jég a, a termését, akkor egy nulla százalékos kamat, és túl a költség, tehát nincs se értékbestés, se közjegyzői díj, az égvilágon a minden egyes dolgot mi fizetünk. És én azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez egy gazda számára, aki egy, aki egy önhibáján kívül került ilyen helyzetbe, egy viszmajor állapotban, ez történt vele, annak ez egy hihetetlen nagy segítség, úgyhogy a jégkár az nagyon belobbant, hála Istennek, vagy nem hála Istennek pontosabban, de próbáltunk segíteni, ezért ez nagyon jó sült el, ez az ez a, ez a, ez a indulásunk, és a fagykára kiterjesztésünk is, ezt most nem el. A jégkát szenvedett területek Bácskiskun, Szolnok, Csongrád, Szabolcsatnál, Bereg és Hajdúbihar megyékben találhatók. A Széchenyi Kártya programot működtető Kavosz hangsúlyozza, hogy az állam egy agrárvállalkozás ültetvénybesorolású földterületei után hektáronként legfeljebb 500 ezer forint hitelkeretig teljes költségtérítést biztosít, azaz 100%-os kamatkezességi díj, illetve kezelési költségtámogatást nyújt. Így a fagykát szenvedett vállalkozások szabad felhasználású finanszírozási forráshoz juthatnak az Agrár kártyán keresztül. A hitelkonstrukcióval kapcsolatban a kavosznál lehet bővebb tájékoztatást kérni.